Na, ezt is megéltük. Orbán Viktor ad receptet az amerikai konzervatívoknak arra, hogyan kell legyőzni a progresszívokat, akik lerombolnák a nyugati civilizációt. De persze miért is ne tenni? Magyarországon már sikerült. Már is kezdünk. Törölni. Orbán szerint a progresszívek felszámolnák életformánkat. Indigo, soros szervezetek mondták tolba az EP újabb jelentését. Szankció, lemondták az ukrán zongora művész fellépését. Jó estét kívánok, ez a vezércikk a műsor, amelyből megtudhatják, mik voltak a nap legfontosabb eseményei, és azt is, hogy mi áll a hátterükben. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, hogy kikkel olvasunk ma este a sorok között. Bencsik András, aki úgy véli, hogy saját aljas vérlázító mechanizmusai belülről fogják szétverni az Európai Uniót. Dávid Bence, akit bosszant, hogy Budapesten érdemben senkit nem kérdeznek meg arról, hogy mi történjen a rakparttal vagy a Lánchíddal. És Ókovács Szilveszter, aki a művészekre és a sportolókra szívesen rátenne egy vörös keresztesekhez hasonló megkülönböztető jelzést, hogy ne bántsák őket a háború miatt. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük azzal az eseménnyel, amely miatt ma a világ konzervatív fele Budapestre tekint. Orbán Viktor a Konzervatív Politikai Akciókonferencia mai megnyitásán arról beszélt, hogy a pusztító ideológiák a történelemben mindig nyugatról jöttek, ahogy a fasizmus, a kommunizmus és most a progresszív ideológia is, amely belülről fenyegeti a nyugati civilizáció létét. Lássuk! Fel kell vennünk a harcot, és ebben a harcban csak együtt és csak szervezettel lehetünk sikeresek. Vissza kell vennünk az intézményeket Washingtonban és Brüsszelben. Barátokra kell lennünk, és szövetséges kell találnunk egymásban, koordinálnunk kell csapataink mozgását, mert nagy megmérettetés előtt állunk. 2024 sorsdöntő lesz. Önöknél elnök és kongresszusi választások lesznek, nálunk európai parlamenti választások. Ez a két helyszín ki is jelöli a nyugati civilizációért folytatott harc két frontját. Ma egyik sincs a kezünkben, pedig mind a kettőre szükségünk van. Két évünk van, hogy felkészüljünk. A magyar lecke az, hogy nincs csodafegyver. Csak meló van. Csinálni kell. Menjünk és csináljunk. Thanks and good luck! Orbán Viktor itt a bejátszóban úgy fogalmazott, hogy nincs csodafegyver. Ugyanakkor egy másik mondatában azt mondta, hogy mi itt Magyarország Petri csészéjében kikísérleteztük a progresszió ellenszerét. Szerintetek ez is így van? Valóban ez az ellenszer már működik? Megtaláltuk? Hát megkaptuk belőle a negyedik dózist, úgy fogalmazott a miniszterelnök úr április 3-án. Igen, tehát itt egy rövid részletet láthattunk ugye a miniszterelnök úr előadásából, de valóban az alatt a 40-45 perc alatt megismerhettük az progresszív ápium ellen való orvosságot, és jó, hogy ezt a részletet választotta Robi, amikor erről beszélt a miniszterelnök úr, mert hogy ezt egy ókori történettel hoznám párhuzamba, azt tartja a legenda, hogy Euklidészt egyszer felkereste Ptolemaiosz, egyiptomi király, és azt kérte tőle, hogy mutassa meg a királyi utat a matematikához, és erre Euklidész azt válaszolta, hogy királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, de hogy a matematikához nincsen királyi út. És gyakorlatilag itt is ez a tanulság, hogy ez ellen az óriási szörnyeteg ellen, ez ellen a deep state sárkány ellen nincsen királyi út. Nincsen egy darab tökéletesen használható recept, egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hogy küzdünk és dolgozunk gyorsabban, magasabbra, erősebben, és akkor van esélyünk. Mi ezt bebizonyítottuk, hogy igenis sikerülhet. Ugyanakkor ugye a miniszterelnök 12 pontot felsorolt, hogy mik azoknak, amiknek teljesülniük kell, hogy tudjunk nyerni a progresszióval szemben, és azért azok, ahogy én így emlékszem rá,
kísértestiesen hasonlítottak arra is, amit mondjuk Amerikában kellene csinálni, tehát hogy mint például a média egyensúly megteremtése nagyjából, vagy visszavenni a progresszív baloldaltól a médiát. Ti hogy látjátok, hogy van univerzális szabály, vagy használható ez a tengeren túlon, vagy ez a mi receptünk? Felvetnék egy óvatos ellen véleménynek megfelelő megjegyzést, hogy nem tartom szerencsésnek a progresszív szót az ellenfeleinkre használni. A progresszív magyar azt jelenti... A progresszív rockzene óta, én nálam az egy pozitív szó, a fejlődéssel legyen értékű. Tehát értjük, hogy az a haladárság, ezt is minden túl lehet tolni, mint a bicikli. De igazából, akik szembe állnak velünk, pont nem, még ha ez most divatba is jött, pont nem fejlődni akarnak, hanem éppen, hogy restaurálni akarnak. Tehát mi akarunk organikusan kifejlődni, kinőni egy létállapotból, egy szebb és jobb létállapotba, és abban viszont egyetértek Orbán Viktor, hogy ehhez eszközrendszerek kellenek. És annyiban ez a petricsésze, vagy ez a laboratóriumi tégely hasonlat helytálló Magyarországra vonatkoztatva, hogy 2002-ben emlékszünk rá, múltkor beszélgettünk is erről, hogy 2002-ben a meg nem érdemelt vereség után a jobb oldal nem azzal kezdett foglalkozni, hogy kinek mekkora bűne van ebben a vereségben, hanem valami egész elképesztő módon, hogy olyan intenzív belső erjedés egymás iránti nyitottsággal párosulva indult el, ami megszült egy koherens jobboldali nemzeti stratégiát, és ehhez párosultak, hogy fokról fokra kiterjedt egy médiahálózat, megjelentek azok a kezdeményezések, amelyekből mára elemző műhelyek jöttek létre, és így tovább. Tehát létrejött az, ami Orbán Viktor beszél, egy olyan intézményrendszer, de az alapja az volt, hogy ott akkor, amikor szembe kerültünk azzal, hogy valamit nagyon elronthattunk, meg a sors is ellenünk volt, mert nem volt megérdemelt a vereség, hogy kik vagyunk és mit akarunk, és erre tudtunk válaszolni. Ha emlékeztek, még ennyit hadd mondjak, akkor azt mondtuk, hogy hiszünk a szeretet és összefogás erejében. És ez az erő, ami elképesztő hatékonysággal működött. Ezt bárki el tudja tőlünk tanulni. Tehát ahogy az amerikai jobboldalnak nincs koherens filozófiája, stratégiája, nincsenek médiumai, talán az egyszem Fox News leszámítva, egy csomó mindent valóban tanulhatnak tőlünk. És a Fox se kapott nagy dicséretet, csak Carson, tehát a Fox vezetői is se dőlhettek nyugodtan hátra. Jó, ez a beszéd alapvetően nyilván a nyugatnak szólt, illetve hát Amerikának, ezért nem kérhetem számon azt a 8 éves időszakot, hogy abban még egy állomást beletetett volna a miniszterelnök, de akkor mit beletetjük? Én legalábbis megpróbálom. Tehát, hogy ez egy olyan kísérletezés volt, amelyben egyébként nem minden ment rögtön jól. Tehát a 2006-os kisiklás, az szerintem pont arra mutat rá, hogy és még több munka kell. És akkor egyébként a kormányzat is elkövetett hatalmas hibákat, de lehet, hogy azokat nem lehetett volna úgy kihasználni, hogyha közben bizonyos módosításokkal együtt nem 8 évnyi munka van valóban az akkori ellenzék mögött. Tehát, hogy a kísérletek nem mennek egyébként könnyen, és nem szabad elkenődni akkor, hogyha mondjuk a következő választáson, ami sorsdöntő lehet, mondta a miniszterelnök, de esetleg, nem tudom, én mégse fut be a konzervatív oldal, mert lehet, hogy 8 év kell ahhoz a munkához. Nekem mindig nagyon bejön ez a húzamosság, hogyha az ember egy célért hosszan képes haladni, abból lesz valami. Orbán Viktor azt is mondta a szépeken, hogy itt a bejátszóban is elhangzott, hogy a nyugatért folytatott harc két csatatere, az Washington és Brüsszel, és hogy utóbbi helyszínen milyen komoly csaták várnak ránk, arra a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői mutattak rá. Lássuk! Gál Kinga a Fidesz európai parlamenti delegációjának elnöke felszólalásában aláhúzta. Az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentésében valójában a saját ideológiai elvárásait kéri számon a demokratikusan megválasztott kormányokon. Hidvégi Balázs a Fidesz EP képviselője szerint az EP szövege kapcsán kilóg a lóláb. A jelentés nem is titkolja, hogy a benne foglalt hazugságok a Soros-féle szervezetektől származnak. Mindez nem más, mint ideológiai nyomásgyakorlás.
Hát mondhatnánk azt is, hogy csak a szokásos, a soros polip éppen megint működik, de inkább beszéljünk arról egy kicsit, hogy Magyarországon demokratikus megválasztott kormány és egy általa irányított intézményrendszer működik. Ki választotta meg azokat a civileket, akik most meg akarják nekünk mondani, hogy milyen a jogállam? Mert én nem emlékszem, hogy erre bármikor sor került volna. Én sem. Hát a véleményük lehet azért. Lehet, csak úgy tűnik, hogy a Brüsszelnek már sokkal inkább fokmérő az, mint az, hogy mi történik egy országban. Héten volt egy hír, valamelyik uniós diplomatát szólaltatták meg, neve hallgatását kérő, vagy nem tudom, nem volt nevesítve, és hát az ember arról beszélt, hogy egyébként Magyarország, hogyha ugye az egyetemleges döntési elv helyére besikerült tenni a többségét, Magyarország mit tud csinálni, legfeljebb pert indít, de úgyis Magyarország ellen szokott ítélni az Európai Unió Bírósága. Na, teljesen elhűltem. Hát tulajdonképpen most először gondoltam arra, hogy tulajdonképpen mit keresünk itt, hogyha jogorvostat is így le van előre játszva. Ha igazán ennek az embernek, remélem nincs. Egyetértek Szilveszterrel, hogy van egy olyan nézete is ennek a dolognak, bár nem sokat beszélünk most Szilveszter, örülök, hogy szóba hozta, hogy tulajdonképpen az egész Európai Unió léte forog kockán. Tehát ezek az idézett törvénytelenségek, ez a metódus, ahogy senki által nem választott, senki által semmire föl nem kért, úgynevezett civil szervezetek, ilyen rejtélyes háttei, félig meddig titkos szolgálati bázisú intézmények belepofáznak a demokratikus döntési mechanizmusokba, ez olyan torzulás, olyan betegségtünet, hogy az Európai Unió léte forog kockán. Tehát lehet, hogy szinte azt lehetne mondani, hogy régi vitett idő, hogy nem kell kilépni az Európai Uniótól, mert magától szét fog esni. És inkább azt látom, hogy például ez a CPEC nevű rendezvény, hogy a jobb oldal élén Magyarországgal megpróbálja megmenteni az Európai Uniót, megpróbálja ésszerű, értelmes, erkölcsös keretek közé terelni az Európai Uniós létezést. És ez a nagy kérdés, hogy sikerül-e, mert ha nem sikerül, ezek a vérlázítóan cinikus, gonosz, aljas mechanizmusok szét fogják verni az Uniót. Hát eddig sok hálát nem kaptunk ezért a segítséget. Hát nem, eddig még nem. Két Bacsó Péter film részlet jutott eszembe, egyrészt akkor, amikor Szilveszter mondta, hogy már az ítéletek is egyből megszületnek, hogy virágelvtárs elnézést, ez már az ítélet, jaj, bocsánat, elnézést, rossz papír, tehát ugye a tanút azt gyakran szoktuk megidézni, és nagyjából leírja egyébként az Európai Unió működését, és az a fajta bipoláris rendszer, amit te említettél, az pedig arra utal nekem, hogy annyira durván eltorzultak az erőviszonyok az Európai Unió lejátszás technikai színén belül, hogy tényleg így például civilek tudnak beleszólni igen nagy lobbyerővel demokratikusan megválasztott kormányok működésébe. Erről pedig a Terongyos életben, amikor az illetékes elvtárs felmászik a platóra, és akkor magyarázza a kulákoknak, hogy hát nekünk magukkal egyébként személyesen semmi bajunk, csak mint osztály likvidáljuk magukat. Tehát, hogy ne higgyük el azt a mantrát, hogy itt jogállami, a demokratikus keretekkel kapcsolatos problémája lenne bárkinek is. Hát ezek az emberek nem ismerik a magyar jogrendet, nem ismerik a magyar történelmi hagyományokat, semmit nem tudnak Magyarországról. Az ő szemüket az szúrja, hogy Magyarország bástya. Bástya az LMBTQ lobby ellen, bástya a bevándorlással kapcsolatban, és most már bástya az ellen az európai öngyilkos tervvel kapcsolatban, miszerint lőjük lábon magunkat, büntessük meg magunkat, fázzunk a saját otthonainkban, fizessünk 1000 forintot a benzinért és a dízelért, csak azért, mert két másik állam, amely nem tagja az Európai Unió közösségének, háborút vív egymással. Ezt a fajta agyament politikát próbálja a magyar kormány szinte egyedüliként ellensúlyozni az Európai Unióban, és rendre jön is a válasz, sajnos. Ha már azt mondtad, hogy miben vagyunk mi bástya, és a tanút emlegetted, akkor azt szögezzük le, hogy bástya vagyunk, de nem bástya elvtárs. Viszont azért nálunk is vannak egyébként időnként már a tanúba illő olyan komikus vagy elkeserítő jelenetek. Bocsánat, megtanultam, nem progresszió, hanem a haladár oldal részéről, mert hogy most mutatunk is ebből egyet, lássuk. A
Margit-szigeti színház vezetése Jubov Nepop magyarországi ukrán nagykövetasszony tájékoztató leveléből értesült, Valentina Lisica ukrán zongora művésznő megdöbbentő megnyilvánulásáról, miszerint a művész az orosz agresszorok által megszállt Mariupolban 2022. május 9-én koncertet adott. Fellépésével Lisica a világ nemzeteinek álláspontjával szemben egyértelműen kinyilvánította az orosz agresszor melletti szimpátiáját. Ezért a színház Valentina Lisica 2022. június 3-i Margit-szigeti koncert fellépését lemondta, és a menedzsmentjével kötött szerződéstől eláll. Hát én úgy érzem, hogy nálam a rátóti ész kevés ahhoz, hogy felfogjam, hogy a művészek és sportolók azok mit tesznek, mit tettek azért, hogy ilyen szankcióval kelljen szembesülniük. És nem ismerem annyira a művészvilágot, de van köztünk olyan, aki nálam sokkal jobban. Mi történik itt, Szilveszter? Hát ez egy kellemetlen eset. Ez a hölgy nem egy tingli-tangli zongorista, tehát nem arra van szó, hogy nem kár érte, hogy nem lépett fel. Ez a hölgy a Decca lemeztársasággal, amelyik a négy nagy közül az egyik a világban, fölvette Csajkovszki összes zongoraművét, és most is Grieg Álma a zongoraversenynek szólistája lett volna a gyönyörű Margit-szigeti helyszínen. Mivel nem tudunk mindent, ezért óvatosan próbálok fogalmazni. És egyébként nagyra tartom Bán Teodórát, aki vezeti ezt az intézményt már nagyon régóta, és jó kapcsolatban is vagyunk intézmény szinten is. Tehát nem tudom, hogy ez a zongoraművésznő esetleg milyen írásbeli állásfoglásokkal, vagy nem tudom, nyilatkozatokkal, és milyen mértékben involválta magát a háború kapcsán. Az is lehet, hogy sehogyan, de ezt én innen most nem tudom megmondani nektek, de hogyha sehogyan, ha csak zongorázott, és ezzel mondjuk ebből nyilván lehet érezni, hogy esetleg szimpatizál a hazájával, ez nem olyan nagy bűn szerintem, meg kitérni is nehéz előle, azon kívül még az is lehet, ezer oka lehet annak, hogy valaki valahol fellép. Lehet, hogy a régi kötelezettsége volt, lehet, hogy kényszerítették, lehet, hogy be van zsarolva. Honnan tudjuk, hogy pontosan valaki miért lép föl? És én nagyon sajnálnám, hogyha ez elharapózna, mert az ukrán nagykövetasszony nekem is írogat leveleket, bizonyára nézik ezt a műsort is, úgyhogy köszöntöm, és azt írta, és ezt erre már nem is válaszoltam, mert ez kiolvadtak a biztosítékaim, hogy szégyen volt az operaházban, hogy a megnyitón egy ukrán és egy orosz művész együtt táncolt. Tehát azért őrült elvárások vannak. Én szeretném vagy azt látni a bizonyítékait annak, hogy ez egy megalapozott döntés volt, de szimpátia alapján nem lehet egy embert. Egy orvos se, meg egy művész se elítélni. Én úgy érzem egyébként, hogy az így gondolkodók, azok most például, ha 45-ben éltek volna, akkor valószínűleg betiltották volna Wagnert, mint Adolf Hitler kedvenc szerzőjét. Tehát játszott Sztálinnak. Az összes nagy művészünk fellépett a kommunizmus alatt állami ünnepségeken, mert fel kellett lépniük. Tanácsos volt fellépni. Vagy lehet, hogy valaki megtagadta, de aki fellépett, az azért nem egyenértékű a pártfőtitkára szerintem. Hát az egyik, na sajnálom, nem tudom másképp mondani, hogy azért ilyen gyalálatosan nem kéne beszélni. Tehát ez szégyen hozott Magyarországra. Szóval az, hogy egy művész nem zongorázhat azért, mert egyébként a neve alapján egyértelműen Valentina Lisica, ez egy orosz név, tehát ez a hölgy valószínűleg orosz. Oroszként élt Ukrajnában. Oroszként vett részt a győzelem napi ünnepségen, amikor 1945. május 9-én a Szovjetunió hadserege végül is térdre kényszerítette Németországot a szövetségesekkel együtt, akkor annak a Szovjetuniónak Ukrajna is része volt. Én tudom, hogy Ukrajnában vannak nácik, akik felsírnak, amikor erről van szó, mert ők a bukott német birodalommal szimpatizálnak. Ez legyen az ő problémájuk. Erősen remélem, hogy az ukrán nagykövet nem tartozik a nácik közé, és nem azért fájt neki, hogy Valentina Lisica zongorázott, mert hogy a náciknak ez rosszul esett, hanem azért fáj neki, mert egy orosz zongoraművésznő vélhetőleg az orosz, ottani oroszok kérésére, az ott élő oroszok és az ott katonáskodó oroszok kérésére a győzelem napján zongorázott.
De ez legyen az ő problémája, meg legyen az ő problémájuk, hogy az ukránok, akik betiltották az orosz nyelvet, Ukrajnában még nem volt háború, amúgy a magyart is betiltották, hogy az ukránok miért ilyen betegesen gyűlölik az oroszokat, nem most, kezdettől fogva. Ez legyen az ő problémájuk. Ami minket illet, ne engedjük meg. Ne engedjük meg, hogy, az elmebaj, a háborús hisztéria megmérgezze az életünket. Én nagyon szeretem Puskint. Szerintem az egyik, a világ egyik legcsodálatosabb költője. Nagyon szeretem Muszolszkijnak a zenét, megörülök, annyira szép a kiállítás képe, és sorolhatnánk Repintől kezdve Gogolon át, Bulgakovig, mindazt a kincset, ami nélkül az egyetemes emberi kultúra sokkal szegényebb volna. Ebbe a hisztériába nem szabad belelépni, nem szabad beszarni, ami szép és ami jó, azt szeretni kell és tisztelni kell, és amikor egy túlbuzgó ukrán diplomata itt fontoskodik Magyarországon, akkor el kell hesegetni azzal, hogy kedves uram vagy kedves hölgyem, magának ehhez igazából a világon semmi köze. Mondjuk legalább nem virstizett le, mint a Németországba delegált ukrán követett a német kancellára. Szomorú vagyok, mert szűkülünk be, mint szegény Iván Ilyics a halálos ágyán, csak még neki a novella szerint jár a feloldozás. Én azt látom, hogy Európa nyugati fele az a teljes elmebaj mocsarába süllyed. Tehát hol van ennek a határa? Akkor most orosz Annának majd aggódnia kell, vagy az oroszlányiak keressenek maguknak más lakhelyet, vagy az oroszlán királyt már csak katakombákba lehet majd újra nézni? Tehát, hogy hol húzzuk meg ebben a határt? Én szeretek hinni abban, hogy a történelmünk a spirális jellegű, vagyis, hogy időről időre visszatérünk bizonyos eseménytörténeti pillanatokhoz, de már egy magasabb szinten. És ezek az esetek világítanak rá, hogy nem biztos, hogy ebben a kérdésben nekem van igazam. Mert pont, amit te is mondtál, Robi, hogy ugyanazokat a hibákat követjük el, és alkalmazzák a nyugatiak a kollektív bűnösség elvét bizonyos emberekkel kapcsolatban, most éppen az oroszokkal, a legnagyobb öröm és diadalittasság közepette, megmagyarázván maguknak, hogy ez mind szép és mind jó, amit egyébként éppen akár a németekkel, a nácikkal szemben elkövettek. Borzasztó az, hogy megbélyegzünk úgy sportolókat, művészeket, hogy ők egyébként nem tehetnek arról, hogy milyen politikai vezetést rendelt ő föléjük a gondviselés, nem tudtak arról, hogy milyen terveik vannak ezeknek az embereknek, nem tehetnek erről az egészről. Lehet, hogy nincs is erről az egészről egyébként szilárd véleményük, mert ők egyébként művészek vagy sportolók. És ott van most Nyugat-Európa ugyanebben a bugyorban, amiatt az egy miatt él mégis az optimizmusom, hogy mi ezt innen ebből a kis országból látjuk. Csak ez kevés. Robi, még hozzátenni valamit, ne haragudj, csak eszembe jutott valami, hogy a frontvonalak mentén, meg mögött dolgozó vöröskeresztes szekereket, autókat már nem tudom, lassan másfél száz éve tisztelik, elvileg kéne, hogy tiszteljék, mindenféle genfi egyezmények vannak, harcoló felek. Én szívesen kitennék a kultúrára, meg a sportra is valami jelet, mondjuk kultúrára ilyen lila kereszt, a művészek olyan lilák, ugye? És ne lőjünk már rájuk. Tehát nyilván a sebészorvos, aki, vagy a szanitéc, aki dolgozik a vöröskeresztes kocsin, az alapvetően nem a másik oldalnak a híve, miközben a sajátjainak ellátja a sérüléseit. És valószínűleg a kultúrában dolgozó, vagy a kultúra szekerén menedéket kereső művésznek is van egy szimpátiája a sajátjai felé. De nem katona mégsem, és nem politikus. Tehát nem lőhető ugyanúgy főbe virtuálisan sem, mint ahogyan, hát végül is erről beszélünk mind a hárman, csak tényleg bosszantó. Én is akkor mondjak annyit, hogy ha akad egy bátor ember, aki ennek ellenére Valentina Lisincának mert szervezni egy koncertet, most szeretném mondani, hogy én is azok között lennék, akik bármennyibe kerül vásárolnék jegyet, hogy ott lehessek, csak azért, mert a művészet a szent és szabad, nem szabad ilyen módon lehúzni a mocsárba. Ugye ez a része a műsornak is rámutatott arra, hogy a baloldali haladár háttérhatalommal az a legnagyobb baj, hogy bármit megtehetnek tulajdonképpen kritika nélkül. És hát például azért gondoljunk itt a jobbikos szexbotrányra is, amelyre például a
női jogvédő szervezetek egy szót sem szóltak. De van egy másik példa erre, mégpedig az, hogy a szélsőséges nacionalista ukrán szervezet bármikor szabadon terjesztheti a közösségi médiában a saját tanait, miközben például Donald Trumpot korábban kitiltották. Lássuk! A máskor hangosan emberi jogokért, sajtószabadságért, újságírók biztonságáért aggódó Soros pénzelte NGO-k Soros parancsára most lapítanak, és igyekeznek elhallgatni, milyen súlyos jogsértéseket jelent a Mira Torresnek már a létezése is. Nem lenne meglepő, ha ezek az álcivil szervezetek éppen azért hallgatnának az ügyben, mert a tulajdonosuk, a milliárdos spekuláns Soros Györgynek komoly gazdasági érdekei fűződnek Ukrajnához. Igen, hát már beszéltünk erről, hogy ezek a Soros szervezetek ezek máskor egy kétértelmű mondatra úgy ugranak, mint légy a kutyapiszokra. Most meg valahogy ez nem nagyon zavarja őket. Tehát valóban ugye ez az a szervezet, amelyeknek a halál listáján például Orbán Viktor is megjelent. És ő működhet. Hogy van ez? Tehát nem tiltja le a... Nem. Facebook oldalát, vagy nem, a Twitter fiók konkrétan. Twitter fiók, ugye, pedig ugye most már Elon Musk megvásárolta, és elméletileg működhetne, de eddig sem tiltották le. Ugye az ember szokta emlegetni a kettős mércét, erről van itt szó. Lehet azt mondani, hogy én annyira félek, de annyira félek, hogy bárki, ha egy madár onnan erre repül, akkor már sikítva menekül. De akkor légy szíves, menekülj minden madár elől. Tehát ne válogass, hogy a ukrán madár azért repülhet, csak az orosz madár nem repülhet. Ha egy gyilkos szervezet, amelyik halálistát tesz közé, és tegyük hozzá, hogy Ukrajnában ölték meg a legtöbb újságírót Mexikó után a világban, tehát elég veszélyes, elég véres hely. Egy olyan országról beszélünk, ahol betiltották az ellenzéket, és betiltották az ellenzéki sajtot. És valóban én is keresem, és sehol sem találom azt a hatalmas nagy zengés zúgást, amelyik a nemzetközi emberjogista szervezetek részéről érkezne, hogy ezt a gyilkos szervezetet és nyilvánosságot, ezt minden szempontból közösítsük ki. Nem tesszük, mert rejtélyes módon ez bele, tehát a halállista, a gyilkosság, ha ukrán fél felől érkezik, belefér a valóságba. Ez aztán tényleg rémületes. Uraim, nem akarom belétek folytani a szót, a második részben is foglalkozunk még ilyen témával, úgyhogy biztos el fogják tudni mondani ezzel kapcsolatos véleményeteket, de az első részre szánt műsoridőnk az most elfogyott, úgyhogy most elmegyünk egy rövid szünetre. Önök ne menjenek sehova, néhány perc múlva visszatérünk, és a következő izgalmas témákkal várjuk Önöket. Összetartozás. Folytatódnak a nemzetpolitikai programok. Zöldség, karácsony végleg lezárná a Lánchidat is. Összetartozás. Folytatódnak a nemzetpolitikai programok. Zöldség, karácsony végleg lezárná a Lánchidat is. Jó estét, folytatódik a Vezércikk Dávid Bencével, Bencsik Andrással és Ókovács Szilveszterrel. A napokban zajlanak az 5. Ormán kormány tagjainak bizottsági meghallgatásai is, és Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt kijelentette, a kabinet ezúttal is kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarok támogatására. Lássuk! A megkezdett nemzetpolitikai programok folytatásáról beszélt Semmilyen Zsolt az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt. Kiemelte, az identitás megőrzését célzó támogatásokat megtízszerezték. A gazdasági támogatásokról kiemelte, ha helyben a magyarság nem tud megélni, akkor magyar szempontból kiürülnek az érintett külhoni területek. Ezért fontos a gazdasági támogatás, ami a külügyi tárca égisze alatt valósulhat meg. Ez a magyar gazdaságnak, a külhoni régióknak, a szomszédos államoknak is jó. Azt tudom, hogy a YouTube-on vannak baloldali nézőink, ez a kommentekből kiderül, de ha a tévékészülékek előtt is vannak, akkor szerintem ők most hördültek föl. De szerintem meg ok nélkül, mert hogy szerintetek megérti valahol, valamikor a magyarok többsége, hogy a nemzetünk fennmaradása szempontjából elengedhetetlen, hogy kiemelten foglalkozunk a határon túli nemzettestvéreinkkel?
Hát bízunk benne, hogy igen, természetesen a fejlődést és a józan belátás lehetőségét mindenkinek tartsuk fönn, és azt remélem, hogy mi talán közelebb is tudjuk hozni a nézőket ehhez, erre vállalkozunk. Ugye a Trianon óta eltelt 120-122 év fő kérdés, hogy létezik-e az a bizonyos haza a magasban. És 12 év konzervatív politizálás, konzervatív kormányzás az bizonyítja be, hogy létezhet. És ugye ezt Orbán Viktor különböző fórumokon, különböző formákban is próbálja megjeleníteni, ugye ismerjük Magyarország 7 törvényét is, ami közül az egyik, hogy ugye határa csak az országnak van, a nemzetnek nincsen. És az is egy fontos gondolat a miniszterelnök úrtól, hogy az elmúlt 12 év eredményeihez az is kellett, hogy emeljük fel a szíveket, ugye, szúrszunk kordá, hogy tartja a rítus. Ezek a gesztusok, ezek a lépések, ezek a pénzek, mert hogy minden ilyen fejlesztés az bizony pénzbe kerül, ezek ehhez kellenek, hogy azt érezhessük, hogy mi magyarok nem vagyunk egyedül ebben a világban. Önmagunkkal vagyunk határosak, 120 éve levágtak minket, mint a kenyérhéját, ahogy Eperjes Károly szokta mondani, a héjában van a vitamin. Tehát, hogy megfosztottak bennünket óriási erőforrásoktól, mind materiális, mind lelki-szellemi erőforrásoktól, és most arra vállalkozik ez a kormány, hogy tapintattal ugyan, de ezeket az erőforrásokat megpróbálja haza találtatni olyan értelemben, hogy lelki közösséget, az összetartozás közösségét élhessük meg a nemzettestvéreinkkel a határokon túl. Én azt nem értettem soha a baloldali logikában, hogy azok, akik például maguktól mennek bárhová szerencsét próbálni Európában vagy Európa határain túl, azok miért állnak hozzájuk közelebb, mint azok, akik egyáltalán nem önként választották azt, hogy egy másik országban fogják leélni az életüket? Hát ezt nem tudom, ez egy alapvető kérdés, teljesen igazad van. Azt hiszem, hogy a legszűkebb látókörű baloldali félő, hogy akár egy nemzedék időtávlatán belül pontosan meg fogja érteni, hogy miért van őrületes szükség arra, hogy mindenki, aki a magyar nemzethez tartozónak érzi magát határon innen és túl, az a lehető legszorosabb lelki-szellemi egységbe legyen. Európában olyan drámai, Nyugat-Európában olyan drámai népességbeli átalakulások zajlanak, tehát eltűnhetnek népek a történelmi színpadáról nem is a nagyon távol időben, hogy nagyon hamar meg fogják érteni, hogy csak az a nemzet fog túlélni, amelyiknek lesznek eleven élő tagjai, mondjuk 20-30 év múlva. Mi is a fogyatkozó nemzetek sorába tartozunk, csak mi elkezdtünk írtatos erővel küzdeni azért, hogy ezt a fogyatkozást lelassítsuk, esetleg megállítsuk, és adja meg a jó Isten, hogy esetleg megfordítsuk, és a szaporodó nemzetek körébe lépjünk be. Annyiban különbözünk a többiektől, hogy a többiek ezt eleve fel is adták. Nyugat-Európa ezt az esélyt föladta. Az, hogy semmilyen Zsolt ebben a küzdelemben kiemelt fontosságot tulajdonít a határon túli magyarsághoz való kötődéshez, az egy teljesen evidens és logikus. Majd ezek megértik. A kötődés az vagy úgy jön létre, hogy az embernek van mondjuk határon túli őse, vagy élő rokona, persze az még erősebb, de nem mindenkinek van, nekem például nincsen. Én egy ilyen pannóniai gyerek vagyok, ugye? Veszprémi, nincs ilyen ősöm. És képzeljétek el, nem nagy dicsőség, de hát talán modellezem az életemmel sok más ember életét is. Én 34 éves voltam, amikor először határon túli magyarok között jártam, méghozzá Bencsik Andrásék által szervezett Történelmi Főutcával. Nekem akkor esett le az állam. De hogyha most az állam, a másik állam megszervezi a diákoknak a kiutaztatását, és ott lesz személyes kötődés, és mondjuk lenne arra pénzünk, biztos nincs, hogy minden magyar szavazót egyszer kivigyünk egy határon túli közegbe, és ott kapjon egy pálinkát, de néha még az se kell. És akkor ott rögtön, ott akkor megint leesnek az állak, meg kinyílnak a szemek. Szóval valójában nincs az a forrás, ami ezt a kötődést ne tudná segíteni, de leginkább a személyes érintettség, legalább a kilátogatás hoznám meg azt az egységes nemzeti érzést, amit itt keresünk.
Hát most nem kell messzire mennünk személyes érintettségért, mert hogy átadjuk a szót olyannak, aki jelenleg is a jelenlegi Románia területén őrzi foggal, körömmel a magyarságát, és erről minden héten tanúbizonyságot is ad nekünk. Érkezik Madarász Lóránt, szervusz! Szervusztok, szép estét mindenkinek! Beindult, ha beteg vagy, dögölj meg elnevezésű szociális program. Brutálisan megemelkedtek a recept nélkül megvásárolható gyógyszereknek az árai Romániában. Sokan a nem támogatott receptről nem vásárolják meg az orvosságaikat, a korábbi egy doboz helyett a patikákban már csak néhány tablettát kérnek, ezt természetesen akkor kapják készhez, ha a patikus hajlandó felbontani a csomagolást. Olyan magasra emelkedtek a gyógyszereknek az árai, hogy azok sem tudják megvásárolni a gyógyszereiket, kiknek igazán nagyon nagy szükségük lenne rá. A másik remek hírem. Erdély végre felkerül a nagy politika színpadára. Ugyanis a Brassó megyei Nagysinken lesz a NATO francia parancsnoksággal létesülő, mintegy 1000 katonából álló romániai harccsoportjának a súlypontja. Szerepe? Az oroszoknak az elrettentése, nehogy véletlenül medveeltásnak eszébe jusson megtámadnia egy NATO tagállamot. A jelenlegi világpolitikai helyzetben az erdélyi embernek már csak ez hiányzott. Záróakkorként végre egy pozitív kicsengésű hír, felbuzdulván a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának sikerén a román kormány közhírét tette. Megújul a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonal. A román munkatempót figyelembe véve ezen útvonalon 2145. május 19-től 160 km/órás sebességgel fogunk utazni a jelenlegi 38 km/órás sebesség helyett. Szervusztok! Szervusz! Köszönjük Lóránt! Azt hiszem, hogy Lóránt tanúbizonyságot tett arról, hogy miért kell nekünk foglalkozni az erdélyi magyarokkal. Legalább valaki vicces is volt a műsorban. Mert Románia nem nagyon fogja ezt megtenni. De mi most egy kicsit foglalkozunk újfent hazai, sőt, egészen pontosan budapesti témával, mert hogy kapcsoljuk Urmai Gabriellát, a Metropol vezető szerkesztőjét. Szia Gabi! Szia Robi, sziasztok! Hát holnapi lapszámunkban ismét a rakpartról fogunk beszámolni, illetve arról a napok óta a budapestieket hát lázban és tulajdonképpen felháborodásban tartó hírről, hogy Karácsony Gergely jövőre a teljes alsó rakpartot szeretné elzárni az autósok elől. És bár szerettünk volna egy kicsit tovább lépni és más témákkal foglalkozni, de annyira benne van a levegőbe, hogy ma is kollégáim a várost járják, és a holnapi lapszámban budapesti reakciókat lehet majd olvasni. Elég szélsőséges megfogalmazások is vannak, és sarkalatos vélemények. Volt olyan, aki azt mondta, hogy egyetlen egy megoldást lát a fővárosi közlekedési káosz megszűnésére, méghozzá azt, hogy a polgármester mondjon le. És hát igazándiból a rakpartnak az autómentesítése az gyakorlatilag újabb bénulást jelentene a fővárosra nézve, és úgy tűnik, hogy az emberek most már egyre kevésbé fogadják be ezeket a híreket, és egyre kevésbé tudnak mit kezdeni velük. Úgyhogy mi szeretnénk ezt a témát ismét körbejárni. Köszönjük szépen, Gabi. Én azt hiszem, hogy a metropolos kollégáknak holnap sem lesz rövid napjuk, mert szerintem holnap is kimehetnek megkérdezni az emberek véleményét, ugyanis a Karácsony Gergely féle főváros újabb agyrémmel állt elő. A rakpart után most úgy tűnik, hogy a Lánchidat is teljes egészében elzárnák az autósok elől, már ha egyszer visszaadják egyáltalán a közlekedésnek, lássuk. Szólnak mellette érvek, válaszolt a Karácsony Gergely sajtótájékoztatón lapunk kérdésére, miszerint mennyire támogatja a főváros a civil és zöld szervezetek friss kezdeményezését, hogy a felújított Lánchidról tiltsák ki a személyautókat, és csak buszok és kerékpárok mehessenek át a közúti részen. Mint közölte, a Lánchid forgalma ugyanis minimális a többi hídhoz képest, a közösségi közlekedés viszont használja. Na, Gergő belejött. Mi lesz a következő? Hungária körút, vagy a nem tudom, kiskörút? Ma reggel a közrádióban volt egy interjú Tarlós Istvánnal. És hát egyrészt én nagyon régen hallottam ilyen összeszedetnek.
tökéletesen beszélt, és elkezdtem nagyon vágyni arra, hogy Tarlós István legyen Budapest főpolgármestere, és elmondta azt, hogy teljesen higgadtan különben, hogy egy gyalogos hídnak a feltételeit a Lánchíd nem tudja teljesíteni, mert ott, ahol eddig nem gyalogosok mentek, hanem mondjuk autók, onnan a láncok miatt nem látni egyáltalán a Dunát. Tehát, hogy ennek semmi értelme, így is kevés híd van Budapesten, ezt nem lehet kiiktatni innen. Tényleg érdekes lesz, hogyha az előbb említett civil szervezetek mintájára, akiket ki tudja kiválasztott, hogyha a zöldnek nevezett gondolat ilyen mértékben szabadul el, hogy figyelmen kívül, hogy Budapest egy centrálisan szervezett országnak egyébként a közlekedési csomópontja is, tehát persze lakóhely is, de a kettőt valahogy egyeztetni kell, és mindaddig nem lehet az alsó rakpartot kivonni, ameddig valaki nem mutat helyette alternatívát, ahol egyébként észak-dél-kelet-nyugat irányban az emberek el tudnak közlekedni. Ez ilyen egyszer egynek tűnik. Hogy nem lehet ezt érteni? András? Karácsony Gergely szellemiségét a Blaha Lujza tér, Budapesten a Blaha Lujza tér tökéletesen megmutatja. Még Tarlós István idejében készült egy terv, hogy hogyan kell a Blaha Lujza teret valamennyire rendbe szedni, hogy jól is nézzen ki, meg járni is lehessen. Ott két nagyon fontos főút találkozik. Ezért van aluljáró rendszer. Mert ha még a gyalogosok a úton is keresztbe mennek egy zebrán, akkor ott megállna a városban a közlekedés. Ugyanis az autók nem azért vannak, mert vannak elítélhető emberek, akik olyan lusták, hogy csak autók közlekednek, hanem vannak emberek, akik nagy távolságot esetleg szállítanak is, járnak be. Mi történik? Egyrészt a Blaha Lujza tér a jó ég tudja, mikor fog elkészülni, másrészt legyünk erősek, az aluljáró fölé zebrákat festetett fel Karácsony Gergely, hogy aki úgy gondolja, hogy mégse akarna lemenni a lépcsőn, az hadd menjen át zebrán. Tehát lesz ez is, az is. Ez olyan fokú dilettantizmus, amire már nagyon nehéz higgadt szavakat találni. Körülbelül egy évvel ezelőtt volt az a hír, ha jól emlékszem, Karácsony Gergely 50 tanácsadója közül az egyik vetette föl, hogy így el kellene gondolkozni a városi jutartásnak a feltételein, és hogy így lehetne őket terelni így a város különböző pontjain. Tehát akkor viccelődtünk ezzel egy másik műsorban, hogy akkor a tök jó, mert hogy a körúton akkor az egyik sáv az biciklisáv lesz, a másikon meg majd mennek a juhok, és akkor minden tök jó lesz és progresszív. Na akkor ez viccesnek tűnt, de ezek között, az ötletek között egyébként már annyira nem is abszurd. Mi nekem ezzel személyesen a problémám. Az a fő bajom ezzel, hogy erről bennünket, budapestieket senki nem kérdezett meg. Megint egy újságírói kérdésre masszatolva, ködösítve jönnek válaszok, hogy hát végül is el lehet ezen gondolkozni, nem egy elvetendő ötlet. Ki beszélt arról, hogy a rakpartot le fogják zárni az autósok elől? Senki. Úgy újították föl, úgy készítették el a burkolatot, úgy csinálták meg a felfestéseket, hogy az autóforgalomra lett megtervezve. Mi történt? Csak azért, mert egy választási kampány kellős közepén voltunk, eltitkolták a budapestiek elől, hogy egyébként más a tervük, és ki fogják tiltani onnan az autósokat, büntetvén megint a közlekedőket. Például az autóklub egyébként ezen fel is háborodott, de hát ilyen holmi szakértőknek nem szabad ám hinni, tehát fontos, hogy Karácsony Gergely csak a saját önfejű ötletei után menjen, borzasztó. És én is úgy látom egyébként, Szilvesztert tudom megerősíteni, és azt gondolom, hogy ez mindnyájunk véleménye ennél az asztalnál, hogy nagyon-nagyon hiányzik nekünk egy jó főpolgármester, olyan, mint például Tarlós István volt. Hogy őszinte legyek, nekem Karácsony Gergely diktatórikus városvezetésével kapcsolatban egyre inkább eszembe jutnak Bertrand Russell, Nobel-díjas matematikus közíró és logikatudós szavai, aki azt mondta, hogy az a baj a világgal, hogy a hülyék mindig teljesen magabiztosak, csak az okosaknak vannak kétségeik. Hát nekem viszont nincsenek kétségeim, és ez nem a bölcsességem miatt van, hanem azért, mert pontosan tudom, hogy nagyon örülök, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, holnap Apáti Bence várja önöket, Ferenc Orsolyok, Kiszeli Zoltán és Lánci Tamás társaságában, de az este hátralévő részében is maradjanak csatornánkkal, mert tartogatunk még érdekességeket, most például a legfrissebb hírek következnek a Híradóban. Szép estét mindenkinek!